Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és nagyon örülök, hogy sok szép, kedves fiatal gyermek arcát láthatom, és fiatalok, felnőtteket is. Ma a hagyományostól eltérően nem egy alapígével kezdeném az ige hirdetést, hanem egy fényképnek a bemutatásával. Hát ez a fénykép, ez nagyon sok szempontból különleges. Az első számú különlegessége az, hogy talán nincs benne semmi különleges, ugye? Ránézésből mi lehet ez? Nos, ennek a képnek a készítőjét úgy hívják, hogy Roger Fenton. Roger Fenton, és 1855-ben fotózta ezt a képet. 1855-ben mindössze 15 éves volt a fényképezés története. Tehát az első fényképezőgépnek a feltalálását követően 15 évre fényképezték ezt a fényképet. Nézzük, hogy milyen különlegessége van még. Ez a fotó a krími háború idején a Krím félszigeten készült. A krími háború az 1852 és 1856 között zajlott. Az orosz birodalom a szárazföldi tevékenységeit, illetve terjeszkedését nem nézte jól szemmel Európa más hatalmai, és így összefogtak, és háborút vívtak egymással szemben. Ebben a háborúban a törökök, az angolok, a franciák is részt vettek. Csak a nagyságrendet szeretném mondani, hogy 500-500 ezer ember volt csak mindkét oldalon a veszteség. Tehát 1 millió ember halt meg, vagy súlyosan sebesült meg ebben a háborúban. Összesen 2 millió embert állított ki, 1-1 millió embert állított ki a két ellenséges haderő. Tucat számnyi ország vett részt ebben a háborúban, és az angolok nagyon sok hírt kaptak a krími háborúról, de látni nem láttak semmit. És felkérte az angol kormány ezt a bizonyos Roger Fentont, hogy menjél ki, te mint fényképész, aki már 10 éve fotózgatsz, menjél ki, légy szíves, oda Krímbe, és nézd meg, hogy a mi fiaink miért vesznek el, és miért halnak, és miért sebesülnek. És ez a Roger Fenton, ez fogta a kis maga fotótáskáját, és elindult erre az útra. Mutassuk meg, hogy milyen volt a fotótáskája. Így nézett ki az ő felszerelése, az ő kis laboratóriuma. Egyébként a távolság, amit meg kellett tennie, 3200 kilométer volt. 3200 kilométer ezzel a szekérrel. Nem tudom, hány kerék garnitúra kopott el odáig, de el tudom képzelni, hogy többször is kellett cserélni, és amit látjátok, a szakálla is kinőtt az úriembernek. Csak szeretném jelezni, hogy amikor először fényképeztek azzal az eszközzel, azzal az első fényképezőgéppel, ami fém lemezekre fotózott, nem filmre és nem digitális módon, mint a mai világban, 8 óra exponálási időre volt szükség. Amikor ez a kép készült, ekkor is 15-20 percre volt szükség. Tehát csata jelenetről, élő közvetítésről még szó nem lehet. Nem beszélve arról, hogy az angol kormány meghagyta szigorúan Fentonnak, hogy sem halottakat nem fényképezhet, sem sebesülteket, semmi rémisztő dolgot nem tehet, nem fotózhat. Most zárójelbe jelezném azt, hogy ha ma ilyen hadi beszámolót látnánk, tévében vagy az újságban, akkor mit szólnánk? Ha nincsen 50-100 halott a hírben, akkor oda se figyel az ember már. És mindjárt azt nézzük, hogy jaj, vajon látunk-e benne valami vért, vagy valami
csonkolást, vagy valami robbantásnak valami szörnyű hatását nézzük már meg. Vannak, akik el is mennek megnézni ezt. Úgy hívják, hogy katasztrófa turizmus. Mi, mint tűzolt egyesületi tagok, mi is sokszor szembesülünk ezzel, hogy az emberek eljönnek, hát a mi környékünkön szerencsére nem háborús események vannak, de mikor van valami kis baj, egy villámcsapás, és híre megy, akkor jönnek az emberek, és rögtön nézik, és kíváncsiak, veszik elő a fényképezőgépet, és fényképezik. Ez bennünk van. Na de nézzük azt, hogy miért küldték el ezt az embert, ezt a Fentont. Hát akkoriban az ágyuk vasból vagy kőből tudtak golyót lőni. Itt látjuk ezt a sok-sok golyót, ez bizony mind ágyugolyó. És akkoriban az ágyuknak megvolt a teljesítménye, tudták azt, hogy hány méterre vagy hány száz méterre tud ellőni az ágyugolyó, vagy az ágyú. Sorozatlövésről még nem tudtunk. Sorozatot még nem tudtak lőni az ágyuk, de az oroszok ügyesen kitalálták azt, hogy egymás mellé felrakunk egy csomó ágyút, azt összekötjük kanóccal, meggyújtjuk, azt megtöltjük őket, meggyújtjuk az elsőt, és az majd sorozatlövésre lesz alkalmas, mert automatikusan indítja egyik a másikát. Borzalmas pusztítást végzett. És bevetettek még egy trükköt, amit nem tudott akkor az ellenség. Ez pedig az volt, hogy ugye említettem, ki tudták számolni, és tudták gyakorlatból, hogy meddig tudnak ellőni. Akkor meg ráadtak körülbelül még 50-100 métert, és oda ásta be magát az ellenség. És ő ott biztonságban volt, mert tudta, hogy oda nem tudnak ellőni. De bevetettek egy olyan trükköt, hogy valóban beástak egy sor ágyút egy sorba, meg onnantól még 100 méterrel arrébb egy másikat. És először mindig csak az első sor lőtt. És akkor az angolok találtak egy természetes völgyet, oda ők bementek, beásták magukat, és ők itt biztonságban voltak, mert idáig nem repültek el a golyók. Igen ám, de mi történt? Egyszer csak elkezdtek lőni a második sor ágyúval. És az a második sor ágyú, az ezt a völgyet pusztította. És azok az emberek, azok a katonák, akik itt voltak, mit gondolunk, hogy mit éltek meg? Azt gondolták, hogy biztonságban vannak. Borzalmas pusztítás lett. Jöttek a hírek Londonba, hogy meghalt az én férjem is, a te fiad is. És kiküldték a Fentont, és Fenton rekordidővel, ezen körülmények között 2 hónap múlva küldte a képeit. 2 hónap múlva ezt a képet látták Londonban, az újságokban. És a képen ugye nincs sok minden látszólag, de az utána leírt cikkből kiderült az, hogy micsoda pusztítás ment ott végbe. És akik ott jelen voltak, azok nagy része mind meghalt. Az angolok siratták gyermekeiket, siratták férjeiket, fiaikat. Ennek a képnek láttán. Ti milyen nevet adnátok ennek a képnek? Szabad a gazda. Síralom völgye. Már majdnem talált. Halál völgye. Nagyon közel járunk. Ennek a képnek a címe, illetve nem a képnek a címe, hanem a helynek a címe, ahova kiküldte az angol kormány Fentont, a halál árnyékának völgye. Honnan van ez az idézet? Így van. Még mielőtt odalapoznánk, nézzük meg a mai völgyet, hogy hogy is néz ki ez ma, ez a völgy, amelyet akkor a katonák abban a
abban az iszonyatos helyzetben, amiben ők éltek ott és amivel jutottak, halál árnyékának völgyének nevezték el. Ma így néz ki. De lapozzuk akkor fel a 23. Zsoltárt, és ott keressük meg, hogy honnan is ez az idézet, ami alapján elnevezték ezt a völgyet, az ottani katonák. Azt olvassuk a 23. Zsoltár 4. versében, hogy még ha halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Három szó. Halál, árnyék, völgy. Ha ezt a szókapcsolatot megváltoztatnánk, vagy kivennénk mondjuk a halál szót belőle, akkor mindjárt elvesztené ezt a rossz jelentését, igaz? Ha csak árnyékról és völgyről beszélünk, akkor az nagyon kellemes, és nagyon szép hely is lehet, ugye? De ha már ott van előtte a halál árnyékának völgye, akkor érezzük, hogy ez nem biztos, hogy egy fizikai helyet jelent. Ebben az esetben egy fizikai földrajzi pontot jelentett. De lehet, hogy ez a kifejezés, hogy halál árnyékának völgye, ez egy lelki tartalmat is sugal. Lehet, hogy közülünk is járt már valaki a halál árnyékának völgyében. Lehet, hogy éltünk már meg olyan tapasztalatokat, amikor úgy éreztük, hogy a halál ott lebeg körülöttünk. A Biblia ezt a fogalmat, hogy halál árnyékának völgyében több helyen is használja. Én nagyon meglepődtem, mikor tanulmányoztam. Én azt hittem, hogy ez csak Dávid találta ki. De nem így van, hanem nagyon érdekes, hogy például Jób is. Jób könyve 10. rész 21. versében Jób azt mondja, hogy hiszen kevés napon van még, szűnjék meg. Ugye tudjuk, hogy Jób óriási kikéretésben volt, borzasztó betegség, veszteség hátán, a gyermekei meghaltak, mindene tönkrement, és akkor azt mondja, hiszen kevés napon van már, szűnjék meg a sok baj, forduljon el tőlem, hadd viduljak fel egy kevéssé, mielőtt oda megyek honnét, nem térhetek vissza a sötétségnek és a halál árnyékának földében. Az éjféli homálynak földébe, amely olyan, mint a halál árnyékának sűrű sötétsége, hol nincs rend, és a világosság olyan, mint a sűrű sötétség. Már Jób is beszélt tehát a halál árnyékának földjéről, mint a sírről, mint a koporsóról. Aztán beszél ugye Dávid is. A Zsoltár idő, amit már részben idéztem, és még szeretnék őtőle még egy kicsit idézni, illetve ővele foglalkozni. Dávid volt az az egyik olyan ember a bibliai történelemben, aki szinte folyamatosan fiatal korától életveszélyben volt. Tudunk erre példát mondani? Például, amikor fiatal ember volt, akkor azt olvassuk róla, hogy pásztorként őrizte a juhokat. Melyik pásztor legénynek, mondjuk 17-18 éves legénynek jutna az eszébe, hogy ha megtámadja a juhokat egy oroszlán, akkor mit tett Dávid? Kiszabadult. Azt mondja, utána mentem, kitéptem a szájából, és ha az oroszlán ellenem támadt, akkor megöltem az oroszlánt. Melyikünknek jutna eszébe? Egy bárányért. Dávid hozzászokott ahhoz, hogyha kell, életveszedelmet is vállal. Aztán ott van például a Góliáttal vívott küzdelme. Góliát melyik völgyben volt, kiemlékszik? Élák völgyben. Az Élák völgyét is hívják úgy, hogy halál árnyékának völgye. Miért volt ott a halál árnyéka? Mi volt az a helyzet, az a történelmi szituáció, amit megint nevezhetünk joggal halál árnyékának völgyének? Az, hogy Góliát, az ellenséges csapatból kiállt,
egy hatalmas, óriás ember, és ott hosszú napokon keresztül szitta az izraelitákat és az izraeliták Istenét, és a tragédia az volt, hogy Izrael királyostul, mindenestül ott állt tehetetlenül. És azt írja a Biblia, hogy félt a király. Félt. Megjelenik egy 20 év körüli fiatalember, és mi van? Mi történik? Hozott egy kis ennivalót a tesóinak, és mi jut eszébe? Ha engem az Isten az oroszlán keziből meg tudott szabadítani, akkor megszabadít ennek az óriásnak a kezéből is. Hát nem kell félni. És veszi a kis paritjáját, és megteszi, amit meg kell tenni. A halál árnyékának völgyében. Dávid itt is életveszélyben volt. Aztán később Saul üldözése folyamatosan életveszélyben volt. Ha valaki tudja, hogy mit jelent az, hogy életveszélyben élni, a halál árnyékának völgyében élni, akkor Dávid tudja. Menekülnie kellett. Nem egyszer megfordult a szerencse, a széljárás. Sokszor volt olyan helyzet, hogy ő simán végezhetett volna az üldözőjével, a királlyal. De nem tette. Mert volt egy meggyőződése, hogy majd a jó Isten. Aztán később a saját fia elől kellett menekülni, amikor már király volt. Az egyik fia, Absalom, hatalomra tört, lázadás lett belőle, és érdekes módon Dávidnak Jeruzsálemből, a királyi palotában, palotából menekülnie kellett. És tudjátok, hogy hova menekült? A Biblia azt mondja, hogy Jerikóba. És nem sokára rá fogunk térni, hogy az az út, amelyen menekült Dávid Absalom elől, azt úgy nevezik, hogy halál árnyékának völgye. Ha valaki tudta azt, hogy mit jelent életveszélyben folyamatosan élni, az Dávid volt. Az új szövetség időre is szeretnék rátérni. Jézus korában is volt egy terület fizikailag is, amelyet úgy hívtak és úgy neveztek, hogy halál árnyékának völgye. Ez, ahogy már említettem, ezen az úton Dávid is járt korábban. Ez Jeruzsálemből indult ki. Jeruzsálemben egyébként több völgy is van a mai napig is, van a Kidron völgye, van a Hinnon völgye. A Hinnon völgye egyébként a Gehinnon, illetve Gehenna magyarosan. Az miről volt híres? A Gehenna. Egy örökké, füstölgő, égő, szeméttelep volt, amely egy völgyből indult, és egy dombra vezetett föl, egy kis hegyre. Ezt a hegyecskét pedig úgy hívták, hogy Koponyák hegye. Tudjuk, hogy mi történt ott? Ott halt meg Jézus Krisztus. Nos, ahogy említettem, Jeruzsálemből indul Jerikóba egy bizonyos út, de ehhez tudnunk kell azt, hogy Jeruzsálem a tengerszint fölött 750 méterrel van. Jerikó pedig 250 méterrel a tengerszint alatt. A távolság légvonalban 25 kilométer. Tehát 25 kilométeren keresztül 1000 métert esik a talajszint Jerikó és Jeruzsálem között. Jeruzsálem fönt van, Jerikó pedig lent. És az az út, ami vezet oda, majd fogok róla mutatni képet, egy szurdokon, vagy vádin, vagy aszolvölgyön keresztül vezet, ami gyakorlatilag régen egy kiszáradt folyómeder volt. És tudjátok, mi érdekes ez a folyómeder? Ez a kiszáradt út? Mert ez a terület nem más, mint az
irgalmas samaritánusról szóló történetnek a helyszíne. Keressük most meg ezt a leírást, amikor az Úr Jézus elmondja ezt a történést, az irgalmas samaritánus esetét. Lukács evangélium jegyzi fel egyedül a Bibliában, a 10. részben, és ott a 30-tól 35-ig szeretném olvasni. Ismerjük jól ezt a történetet, de most ebből a szempontból fogjuk vizsgálni. Jézus pedig felevén mondta, egy ember megy vala alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik azt kifosztották és megsebesítették, elmentek és ott hagyták félholtan. Történet szerint pedig ment alá az úton egy pap, aki azt látva elkerülte. Hasonlatosképpen egy lévita is, mikor arra a helyre ment, és azt látta, elkerülte. Egy samaritánus pedig az úton menvén odaért, ahol az van, mikor azt látta, könyörületességre indult. És hozzájárulván bekötözi annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba, azt felhelyezvén az ő tulajdonbarmára vitte a vendégfogadóházhoz, és gondját viselé néki. Másnap pedig elmenedőben két pénzt kivévén adá a gazdának, és mondanéki, viselj gondot rá, és valamit ezeken felül ráköltesz, én mikor visszatérek, megadom néked. Ismerjük ezt a történetet. De az érdekessége ebből a szempontból több is. Először is az, hogy ez a pap és a lévita, ez ott volt a hallgatóságban. Tehát azaz két ember, aki elkerülte ezt a bajba jutottat, az jelen volt akkor, amikor az Úr Jézus ezt elmondta, ezt a történetet. Annak a kérdésnek a válaszául, hogy ki az én felebarátom. Próbálták ezzel az Úr Jézust, ezzel a kérdéssel nehéz helyzetbe hozni. Hogy ő majd valami filozófiai magyarázatokba kényszerül, és akkor talán meg tudjuk fogni. És az Úr Jézus, látva ott ezt a papot és ezt a lévitát, ezt a történetet becitálta. És lehet, hogy a pap meg a lévita azt hitte, hogy ez az ember, ez már meghalt. Ez a bajba jutott. Lehet, hogy nem is tudtak róla, hogy járt arra még egy harmadik ember is. Arról meg aztán végképp nem is gondolkoztak, hogy ki fog-e ezt tudódni, hogy mi nem segítettünk. Sőt, figyeljük csak meg a jól a leírást. Azt mondta a 30. versben az Úr Jézus, hogy egy ember megy alá Jeruzsálemből Jerikóba. Az előbb tisztáztuk, hogy 1000 méteres szintkülönbség. Tehát aki Jeruzsálemből elindul Jerikóba, az merre megy? Lefelé. Jeruzsálem a békevárosa. Az Isten népének központja. Lelki értelemben Jeruzsálemre gondolni, a Sionra, Sion hegyére gondolni, az mindig az üdvösséggel, az Istennel való kapcsolattal függött össze. Tehát aki Jeruzsálemben van, aki Jeruzsálembe megy, az fölfelé megy, az lelkileg emelkedik. És mit tudunk Jerikóról? Jerikó volt az első város, amelyet a honfoglalás idején el kellett foglalni. Hogyan foglalta el Izrael népe Jerikót? Emlékszünk rá? Milyen különleges módon? Meg kellett kerülni. Szabad volt fegyvert használni? Eszközöket? A legvégén. Így van. A legvégén trombitát lehetett a saját torkunkat. 7-szer kellett körbejárni, 7-es napon keresztül, és az utolsó napon pedig, naponta egyszer, és a szombaton 7-szer. Így akartam, köszönöm. Kedves gyülekezet, Jerikónak el kellett pusztulnia. A Jóisten látta azt, hogy ez a város menthetetlen. A bűn jelképévé vált.
Csodálatos gondolat, ebben most nincs idő belemenni, hogy a Jóisten hogy kimentette a pusztulásra ítélt városból azokat a személyeket, akiket még meg lehet és meg kellett menteni. Emlékszünk, ki volt az az asszony? Egyébként belekerült az Úr Jézus nemzetségi táblájába. Kimentette, de Jerikónak el kellett pusztulnia úgy, hogy átok alatt volt a város, hogy aki megépíti fiait, a romjain halálán fogja megépíteni. Meg is történt. Igaz, hogy jó sok év után, de megtörtént ez, hogy aki megépítette, elvesztette mind a két fiát. Jerikó a bűn jelképe. Hitben kellett körbejárni. És egy óriási tanítás van benne, testvérek, a bűnt nem lehet erőszakkal legyőzni. A Jóisten megmutatta a honfoglalás első pillanatában, hogy a bűn ellen csak hitben lehet győzedelmeskedni. Tehát, aki Jeruzsálemből Jerikóba tart, az rossz irányba jár. Lelki értelemben. Aki Jeruzsálemben van, aki az Isten közelségében van, és egyszer arra vágyik, és azt a célt tűzik ki maga, hogy én elmegyek Jerikóba, az nagyon nem jó irányba megy. És mi történt ezzel az emberrel? Ő elindult Jeruzsálemből Jerikóba. Törvényszerű, hogy rablók kezébe esik az ember. Ezen az úton biztos. Nem lehet lelki, talán fizikai sérülések nélkül megúszni azt, hogyha én az Isten közeléből el akarok haladni. Egyébként döbbenetes, hogy 950-es években tudták ezt a környéket megtisztítani a rablóktól. Egy kicsit nézzük meg azt, hogy miről is beszélünk, hogy milyen vidék is ez, amiről itt az Úr Jézus csak szerényen annyit mond, hogy rablók kezébe esett ezen a vidéken ez az ember. Hát itt lehet látni, hogy mennyire kietlen és puszta a vidék, lakatlan és növények is alig vannak. Szeretnék felolvasni egy bizonyos Huber Lipóttól, ez egy magyar származási teológus, aki a Szentföldön járt 1898-ban, tehát jól visszamentünk a történelembe, a századfordulón szinte, tehát a 20. század kezdetén járt ott Huber Lipót, és próbálom olvasni. Innen utunk egyre kietlenebb, ez az ő útleírásából egy részlet. Innen utunk egyre kietlenebb hegyvidéken vezetett lefelé. Mindenfelől csupasz, kopár, mészkő sziklák környeztek, melyeken csak most tavasszal terem itt-ott egy kevés fű. Az út bal oldalán pedig mind sűrűbben, szédítően mély hegyszakadékok tátongtak felénk, melyek fölött kocsink nem egyszer ijesztően keskeny országúton haladt, mely tele volt heverő kisebb-nagyobb kődarabokkal. S minél tovább értünk, annál kietlenebb, simább, sivárabb, kihaltabb, zordabb lett a táj körös körül. Életnek, tenyészetnek semmi jele. Egyik részlet vadregényesebb a másiknál. A vidék mélységes csöndét csak kocsinknak egyhangú döcögése, s a mi beszélgetésünk zavarta meg. Ilyen a jerikói puszta, amint e vidéket nevezik, mert jerikóig terjed. Világjáró emberek állítása szerint nincs földünknek ridegebb, borzadályosabb vidéke, mint e puszta. S valóban nem fönséges itt a természet, nem festő itt a sziklabérc, nem ünnepélyes itt a csend, nem vonzó itt a magány. Engem is soha vidék nem ejtett oly komor hangulatba, mint ez. Soha lelkemet nem futott át oly rejtélyes borzalom, mint itt e vad sziklarengetekben. Kedves gyülekezet! Ez a leírás azért egy kicsit meg kell bennünket döbbenteni, hogy a békevárosa mellett, Jeruzsálemtől csak néhány kilométerre ilyen borzalmas helyek léteznek.
Látunk összefüggést amellett, hogy a lelki békességünk sokszor milyen romos és milyen sivár környéken kell, hogy megvalósuljon. Értjük azt, hogy a bűn világában élünk. A halál árnyékának völgyében élünk. És a mi békességünk, és a mi Istentől rendelt jó módunk, az mindig csak egy kis sziget, mert körülöttünk ez a valóság. Ahogy olvastam, ezen a vidéken úgy írja a 31. vers, az Úr Jézus is mondja, hogy a történet szerint pedig megy alá azon az úton egy pap. Van egy szó, megüti a fületeket? Megy alá. Jó irányba ment a pap? Mi igazolja, hogy nem lélekmentés céljából ment alá? Az, hogy mikor meglátta a bajba jutottat, akkor megfordult. Vagy elkerülte, nem is megfordult, elkerülte. Létezik az, testvérek, hogy egy pap is mehet alá Jeruzsálemből Jerikóba? Vagy egy lévita, aki az úrháza körül szolgál? És mi mindannyian papok és léviták vagyunk. Előfordulhat az, hogy ahogy a lévitáról is azt olvassuk, hogy és hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra a helyre ment és azt látta, elkerülte. Jobb, ha nem is tudják, hogy én erre jártam. Mi lenne, ha megtudnák? És a 33. vers az beszámol arról, hogy egy samaritánus ember is arra járt. És ezt nem írja, hogy merről, merre haladt. Egy samaritánus pedig az úton menvén odaért, ahol az volt, mikor azt látta, könyörültességre indult. Az én hitem és az én meggyőződésem szerint ez a samaritánus lentről jött fölfelé. Ugyanis Samáriába, vagy Samáriából, aki jött Jeruzsálembe, annak ott kellett jönnie. És ez az irgalmas samaritánus, ez lelki értelemben biztos, hogy lentről jött fölfelé. Mi az üzenete ennek a példázatnak, ennek a történetnek számunkra? Mi az üzenete számodra? Lefelé megyünk, vagy fölfelé? A legnagyobb megdöbbentő az volt számomra, amikor ezt a témakört tanulmányoztam, és sokat olvastam utána, hogy ezt a helyet az Úr Jézus nagyon jól ismerte. Többször leírja a Biblia, hogy megtette Jeruzsálem és Jerikó közti utat. De az első útja, amikor ő elkezdte a 3,5 éves szolgálatát, az a pusztába vezetett ide, amit itt láttunk. Amit Huber Lipót leírt nekünk, hogy milyen környékre ment az Úr Jézus. 40 napra, érted és értem. Most már láthatjuk, érthetjük még jobban, mint eddig, hogy mit jelentett 40 napon keresztül nem enni. Mert nem is lett volna mit enni. Most már érthetjük azt, hogy mit jelent az, hogy Sátán egy nagyon frappáns kísértést adott az Úr Jézusnak. Azt mondja, hogy ha te Isten fia vagy valóban, akkor itt más ennivaló nincs. Itt a környéken egyetlen egy fogadó van félúton. Az nagyon messze van. Változtasd a kenyereket kővé, vagy a köveket kenyeré. Vagy fölvitte simán az egyik ilyen meredélyre, amiről olvastunk Lipóttól. És azt mondja, hogy vesd alá magad. El tudjuk képzelni, hogy milyen környék volt ez? A halál árnyékának völgye. És kedves gyülekezet, az Úr Jézust nem az angol kormány küldte, mint Fentont,
hanem az Úr Jézust, a világ mindenség kormányzója küldte erre a világra. Aki úgy látja föntről a mi földünket, mint ahogy mi látjuk, meg az angolok látták azt a nyomorult völgyet, ahol elpusztultak a fiaik. Halál árnyékának földjének látja az Isten és a mennyei kormányzás a mi földünket. És ő küldött egy küldöttet. Nem azért, hogy beszámoljon, hiszen azt írja a Biblia, hogy látványosságai vagyunk a világnak. Bennünket látnak az el nem bukott lények. Színháza, teátromja vagyunk a világnak. Nem azért küldte. Nem is 3200 kilométerre volt, mint Londontól a Krím-félsziget. Lelki értelemben összehasonlítatlanul nagyobb volt. És ahogy Fenton vállalta hazafiként és büszkén, hogy elmegyek és elzötyögök az én szekeremmel és az én felszerelésemmel, és ha csak tudom, visszahozom a fotókat, hogy megmutassam a nemzetemnek, hogy hol halnak a fiaink. Ahogy ő ezt vállalta, összehasonlíthatatlanul nagyobb dolgot vállalt az Úr Jézus értünk. Eljött a halál árnyékának völgyébe, úgy, mint egy irgalmas samaritánus. Ő volt az, aki lentről jött fölfelé. Azért, hogy segítsen a bajba jutott embereken. És úgy tudom, hogy még ma is áll az a fogadó, az az egyetlen kis hely, ami ott valamilyen emberi lét és élet formára alkalmas ezen a vidéken, és oda elvitte ezt a bizonyos megsebesült embert, és nagyon érdekes, hogy gondoskodik róla. Föltette az ő tulajdon barmára, pénzt adott, azt olvassuk, hogy bizonyos borral és olajjal ellátta ezt az embert, az első segélyben részesítette, és aztán pedig olyan emberre bízta, aki megfelelő módon tudja azt gondozni. Kedves gyülekezet, ez is meg van jövendőlve a Bibliában. Lapozzuk föl Ézsaiás könyve 9. részét, egy gyönyörű messiási ígéret. Ismerjük ezt, de vajon feltűnt-e nekünk ott egy-két gondolat? Ézsaiás könyve 9. rész, és a 2. verset olvasnám kivonatosan. A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot. Akik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fölöttük. Te megsokasítod a népet, nagy örömöt szerzesz néki, és örvendeznek előtted az aratók örömével, és vigadoznak, mint mikor zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját és háta veszélyét, az őt nyomorgatónak botját összetöröd, mint a Midian napján. És a 6. vers, mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Kedves gyülekezet, az Úr Jézus születés előtt 800 évvel ezt leírta Ézsaiás, hogy a halál árnyékának földjébe fog jönni egy szabadító, egy irgalmas samaritánus. Egy küldött, akit a világ mindenség ura küld hozzánk, azzal, hogy helyettünk és értünk elvégezzen egy hatalmas áldozatot. Érdemes rá gondolni egy kicsit csak azt, hogy mennyire különbözött. Nem csak, hogy a Fentontól, Roger Fentontnak a küldetésétől, hanem a mindannyiunk küldetésétől. Mennyire változott az Úr Jézusnak a küldetése. Az Úr Jézus az ő szolgálata, 3,5 éves szolgálatán lelki értelemben bizonyos szempontból egyre lejjebb és lejjebb ment. Egyre jobban, úgy írja a Biblia, alászállott a poklokra. Ezzel szemben a mi életünk egyre feljebb és feljebb lehet. Ha mi az Isten útját járjuk, engedelmeskedünk, és azt követjük, amit az Isten kér tőlünk, akkor mi lelkileg emelkedünk. Nem beszélve arról, hogy egyre több és több segítséget kapunk.
Ellen White világosan írja, ha kell, a menny összes angyalát elküldjön az Isten, hogy bennünket egy bűntől megőrizzen, ha mi kérjük. A Jóisten az összes erejét beveti a mi érdekünkben, hogy mi el ne vesszünk. Az Úr Jézusnál pedig, ahogy haladt a Golgota felé, egyre jobban egyedül, egyedül és egyedül kellett járni az utat. Olyannyira, hogy azt írja a Biblia, hogy egyedül tapostam a sajtót. És a legvégén, amikor a kereszten felkiáltott, azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál engem? Kedves testvérek, ez velünk soha nem történhet meg. Soha. Soha nem történhet meg az, hogy bennünket az Isten elhagyjon. Ilyen nincs. Ő, ha hozzáfordulunk, és azt kérjük, hogy Uram, segíts, akkor ő azonnal küldi a segítségét, vagy a megfelelő időben küldi a segítséget. Jön az irgalmas samaritánus, és segít. Fizikailag is, és lelkileg is. És ami a legfontosabb, hogy megbocsájt. Irgalmat ad. Eltörli a bűneinket. Nem emlékszik meg róla. És helyettünk elviseli a büntetést. Az Úr Jézusnak ez nem adatott meg. Az Úr Jézusnak az ő útján, ahogy haladt előre, egyre jobban és jobban kellett megtapasztalni, mit jelent az, mikor az Isten elfordul valakitől a bűn miatt. És a kárhoztatást, az Istentől való elhagyatottságot kellett neki átélnie. Mit jelenthetett ez? A halál árnyékába jött. Segíteni jött, és neki kellett hordozni a legsúlyosabb terheket, amit embernek soha nem kell. Dávid is ő benne bízott. Ahogy olvastuk a 23. Zsoltárban, hogyan is mondta Dávid? Még ha a halál árnyékának völgyében járok is. Hogyan folytatja? Nem félek. Nem félek. Kedves testvérek, ez egy hatalmas bátorítás. Ha mi ott lettünk volna annak idején 1855-ben, a halál árnyékának völgyében, valószínű féltünk volna, igaz? Akkor biztonságba érzed magad, és azt mondod, idáig nem tudnak ellőni, és aztán kiderül, hogy mégis, nem is keveset. Biztos féltem volna. Hogyan lehetséges az, hogy Dávid is azt mondja, hogy nem félek? Én úgy gondolom, hogy ez egy életfelfogás, nem egy érzelmi állapot, hogy nem félek. Nálunk a félelem, vagy éppenséggel a nem félelem jelenléte, az egy érzelmi függő, érzelmi állapot, egy aktuális érzelmi állapot. Rám tört a félelem valamitől. A Biblia azt mondja, hogy aki fél, nem ismerte meg az Istent. Én úgy gondolom, hogy Dávid is félhetett, de nem féltette az örök életét. Nem féltette, mert tudta, hogy az Isten kezében van. És ha meg kell halni is, ha olyan helyzetbe került, hogy meg is kellett halni esetleg, vagy olyan halálos veszedelembe került, akkor sem félt attól, hogy elveszíti az Istennel való kapcsolatát. Le is írja, mit mond utána? Nem félek, mert te velem vagy. Kedves gyülekezet, a halál árnyékának völgyében én úgy gondolom, hogy ez az egyetlen lehetőségünk. Mi is a halál árnyékának völgyében élünk. Lehet, hogy nem olyan szigorú, olyan rossz körülmények közt, mint amiről Hubert Lipót számolt be, de lelki értelemben a halál árnyékának völgyében járunk. És a mi életünknek is ez lehet a sikere lelki értelemben, hogyha nem félünk. Miért? Mert te velem vagy. Mit jelent számodra azt, hogy veled van Isten a hétköznapokban? És ezek a záró gondolatok, amivel szeretném befejezni ezt az igehirdetést. Mit jelent számodra az, hogy Isten veled van a hétköznapokban?
A bajokban, a betegségekben, esetleg munkanélküliségben, aztán a bűneimben. Létezik az, hogyha vétkeztem, ott van velem az Isten? Vagy inkább úgy tenném fel a kérdést, létezik az, hogyha még vétkeztem is, én az Istennel akarok maradni? Mondhatom azt, ha vétkeztem, hogy Uram, te látod, elszúrtam, elrontottam, de könyörgöm, bocsáss meg, ne hagyj el, veled akarok élni, ezt most elrontottam, de nem ez akarok én lenni. Mondhatom, és mondhatja mindannyian, mondhatjuk mindannyian ezt. Uram, én sok mindent elszúrtam, de én téged nem akarlak elengedni. Lehet, hogy járok a halál árnyékának völgyében, de kérlek, ne hagyj el, és én is nem akarlak elhagyni. Tulajdonképpen a végre értünk a mondandómnak. Én kívánom azt, hogy a Jóisten adja meg mindannyiunknak, hogy ez az ige hely egy kicsit kedvesebbé váljon előttünk, hogy a halál árnyékának völgyében járok is, ami amúgy nagyon rideg és nagyon szomorú üzenetet tartalmaz. Attól legyen szebb és jobb, hogy tudjuk, hogy Krisztus ezt nagyon sokszor megtette, és világméretekben vagy még nagyobb méretekben pedig az Úr Jézus lejött a világmindenség kormányzójaként, lejött erre a földre, amelyet lelkileg nyugodtan tekintetünk halál árnyékának völgyének, és mint irgalmas samaritán is mindannyiunkat keres. Keres téged, keres engem. Adja meg a Jóisten, hogy mindannyiunkat megtaláljon és biztonságos helyre vigyen. Amen.